abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: Valami még hiányzik belőled. Menj, add el, amit van, ott szét a szegények között, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen jut be a gazdag Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak és kérdezgették egymást: Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett és folytatta: Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Mindenki gazdag akar lenni. Én is. Hogy hogyan, magam sem tudom, mert nem vagyok még az. De ha van benned ilyen vágy, az valószínűleg nem rossz. Tudod miért? Azért, mert benned van az, hogy ne szenvedj sohasem szükséget. Arra gondoltam egy időben, hogy gazdag barátokat gyűjtök, akik majd meghívnak dolgokra, amit éppen szeretnék. Autót, tárgyakat, lehetőségeket, nyaralást, bármit. Igen, de meddig? És nekik is meddig? Teljesen őszinte vagyok magamhoz, és gondolom te is, aki most hallgatsz engem, akkor azért érzed belül, hogy ennél azért több kell. Mindig több kell. Még ha a világot megnyerem is, mondja másról a Szentírás, akkor is több kell. Gazdag ifjú esete hasonlóról szól. Neki van egy kicsi, a világhoz képest egy nagyon kicsi, de nem a teljes egész, és megkapja a meghívást, a lehetőséget arra, hogy övé legyen a minden. Már itt a Földön, a mennynek a teljes gazdagsága. Add el, amit van, amiről azt hiszed, hogy a tied, azt a keveset, és kincsed lesz a mennyben. A teljességet kapod érte cserébe. Érted ezt? Hiszed ezt? Reméled ezt? Próbáld ki kicsibe, hogy tied legyen a teljesség. Amint a mennyben, úgy a Földön is. A dicsőséget, a gazdagságot keresem én is. Nem a magam módján, hanem az Úr nyomán. Annál az asztalnál, ahol egybehívta a tanítványokat, és a legnagyobb kincset adta önmagát mindenkinek. Látjátok, hogy itt ebben a görögkatolikus templomban minden a mennyei dicsőségről, mennyei gazdagságról, az Úristennek a teljességéről beszél. Azért van a rengeteg aranyozás, az ikonosztáznak a szép díszítése. Te azt mondtad nekünk, Urunk Jézus Krisztus, hogy ami a mennyben megvan, az már itt van köztetek. Isten országa, dicsősége, gazdagsága és teljessége kézzel fogható. Biztosra akarok menni. Nem akarok már többé keresni. Amikor bejövök a templomba, akkor megtalálom ezt a nyugalmat, ezt az erőt, gazdagságot, dicsőséget és békét, amit egykor mindannyian élvezni fogunk. Tulajdonképpen ráuntam én bármire is. A munkára, a gyűjtögetésre, és azt vettem észre, hogy ha hagyom magamat megajándékozni, akkor nem kell foglalkoznom az egész kérdéssel, hogy innen lesz, vagy onnan lesz, ajándékba kapom-e, vagy magam keresem-e meg.
mintha az egész kincsként az ölembe hullna, és nem is kell ennél több, csak hogy körbenézzek itt és most. Látjátok-e körülöttem a vizet, hogy hogyan csillog, az eget, a napot, hogy hogy fénylik. De az egész világot megnyertem, megkaptam ajándékba. Uram Istenem, hát most nyílik ki a szemem, itt erre a szépségre, ami körülvesz, és te azt juttatsz belőle nekem, amit már akarsz, már itt a földön. Hát akkor mi lesz majd a mennyekben? Uram, Istenem, én teljesen rád bízom az egészet. Ámen.